vagyok. Tisztelt ünneplők! Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt az adventi gyertyagyújtás alkalmából. Külön köszöntöm Nagykörösváros polgármesterét, dr. Cira Szabolcs urat, országgyűlési képviselőt, dr. Körtvélyesi Attila alpolgármester urat, dr. Nyikos Sára címzetes főjegyzőasszonyt és dr. Nyikos Tamás Antal járási hivatalvezető urat. Advent negyedik vasárnapja van. Az év legsötétebb hónapjában ünnepeljük az adventet és a karácsonyt. Johann Heinrich Wichern az 1800-as években élt lelkész Hamburg városában elkészítette az első adventi koszorút. Körülnézett a városban, és azt látta, hogy egyre sötétebb a lelki, testi, szellemi és mindenféle nyomor. És akkor ő gyertyát gyújtott. Rájött, hogy hiába adnak sok pénzt a szegényeknek, még ha volna is miből, nem erre van szükség elsősorban. Először egy reménysugarat kell megcsillantani, és magához vett néhány gyermeket. Gyermekeket, akiknek lényegében sem apja, sem anyja nem volt, vagy ha volt, hát nem bírt a gyerekekkel, és gondozásba adta. És ő átadta nekik a jó hírt. A jó hírt, hogy a sötétségnél erősebb a világosság. Sötétséggel soha nem lehetett eloltani egy gyertyát, de egyetlen gyertya lángja ketté hasítja a sötétséget. Ez igaz a szeretetre, a jóságra. Ezért érdemes szeretetet adni. Minden mosoly, minden szeretetteljes érintés egy gyertyagyújtás. Ezt jelképezi ez az adventi koszorú. Advent negyedik vasárnapján ünnepi köszöntésre és a negyedik gyertya meggyújtására felkérem dr. Cira Szabolcs urat, Nagykörösváros polgármesterét, országgyűlési képviselőt. A gyertyagyújtásban segít Cira Tímea, polgármester úr lánya. Tisztelt hölgyeim és uraim! Kedves szülők, gyermekek! Ma van advent negyedik vasárnapja, néhány nap és itt a karácsony. Véget érnek a várakozás, a készülődés, a felkészülés hetei, és beköszönt az ünnep, az Úr eljövetelének ünnepe, amikor a megváltó Jézus Krisztus születését ünnepeljük. Isten fiájét, aki emberré lett, hogy mi emberek megszabaduljunk bűneinktől. Ahogy hétről hétre egyre több gyertyát gyújtottunk meg az adventi koszorún, egyre nagyobb lesz a fényesség, lelkünkben is készülünk az ünnepre, szívünkben is a hétköznapok keserűségeit egy kicsit édesebbé teszi a remény, hogy örömteli napok következnek, melyeket szeretteinkkel tölthetünk.
Még ég a koszorón a hit, már ég a koszorón a hit, a remény lila, és az öröm rózsaszín gyertyája, ma mielőtt meggyújtom a szeretet gyertyáját, engedjék meg, hogy egy kis történetet idézzek föl, amit én így ismerek. Négy gyertya égett az adventi koszorún, olyan csend volt, hogy hallani lehetett, amint a gyertyák beszélgetnek. Az első gyertya megpislant, és elkezdte. Az én nevem öröm. Az én lángom világít, de az emberek lelkében már nincs öröm. A lángja pislákolni kezdett, míg végül kialudt. A második gyertya is rákezdte. A nevem hit. Az emberek nem akarnak tudomást szerezni semmiről, úgyhogy hiába világítok én is. Húzat támadt, és a gyertya lángja kialudt. A harmadik gyertya szomorúan és csendesen rákezdte. Az én nevem szeretet. Már nincs értelme, hogy világítsak, az emberek félretoltak és elfelejtenek, és a lángja sisteregve kialudt. Egy gyermek lépett a szobába, ránézett a gyertyákra, és így kiáltott. Nektek égni kell. És majdnem sírva fakadt. És ebben a pillanatban megszólalt a negyedik gyertya is. Ne félj, ameddig én égek, addig mindig van remény. A nevem remény. És a kisfiú meggyújtotta róla a három kialudt gyertyát. A remény lángjának soha nem szabad kialudnia, és így a négy lángot, örömét, hitét, reményét és szeretetét örökre megőrizhetjük. Nem csak adventkor, de egész évben. Szeretetteljes adventi várakozást és áldott karácsonyi ünnepeket kívánok! Köszönöm polgármester úr ünnepi gondolatait. A Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak ünnepi műsora következik. Szekeres Adrien a Szeretet ünnepén című dalát hallhatjuk, hangszerelte Olgyai Gábor. Látod a szeretet ünnepén, ha minden hó fehér, mesesz
Megköszönöm a Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusainak a közreműködést. Az adventi koszorú négy gyertyájának fényénél kívánok áldott, békés, szeretetteljes ünnepet.